Bence Nagy Boglárka vagyok, 17 éves, és a Vasvári Pál gimnáziumba járok. Szabadidőm nem sok van, de az elfoglaltságaimnak minden percét élvezem. Ugyanis ilyenkor valamelyik szenvedélyemmel, a színészettel, az énekléssel vagy a költészettel foglalkozom. A költészethez és magához, az irodalomhoz elég öreg kapocs fűz, és elég régi, hiszen már kiskoromban nagyon sokat foglalkoztam a versekkel, már csak olyan tekintetben is, hogy nagyon szerettem verseket írni. És hát innentől kezdve valahogy ez a vonzalom ez folytatódott, rengeteget jártam szavaló versenyekre, egyre több verset ismertem meg, és most már ugye így iskolai szinten is tudok foglalkozni vele, magával az irodalommal, hiszen irodalom fakultációra járok. Úgyhogy ez a kapocs. A versünnepre most már harmadik alkalommal jelentkeztem. Valójában nem olyan nagyon összetett az oka, csak azért, mert nagyon-nagyon jól éreztem magam, és nagyon szeretem az egész társaságot, a hangulatot, ezt az atmoszférát, ami itt körülvesz minket, és szerettem volna újra átélni. Köszöntöm a fehérvári beszélgetések valamennyi nézőjét. Nem nehéz kitalálni, hogy stúdiónkban kit köszönthetek a mai alkalommal. Ferenci Nagy Boglárkát, a fehérvári versünnep döntőseinek egyikét. Szia, köszönöm, hogy itt vagy velünk. Szia, Viki, én is köszönöm. Nagyon-nagyon érdekes volt visszanézni ezt a bejátszót, amit már ott a döntőn láthattunk a Városháza dísztermébe, és én akkor is elmosődtem azon a kis mondatodon, hogy öreg kapocs fűz a versen, és ez mindez 17 évesen. Mikor kezdtél el verseket írni, hogyha már az öreg kapocsnál ezt említetted? Hú, hát igazából ezt többféleképpen nézhetjük, hiszen a versírás maga az egy komolyabb dolog, mint amit én kiskoromban elkezdtem. De a legelső kis szösszenetemet azt 3 évesen sikerült megalkotnom. Így hangzik, hogy certetána, kortetána, csókot küldök a világnak. És hát egy ilyen csókküldéssel is megtoldottam a végét. Ezt családi legendáriumból tudod. Igen, hát meg ezeket ilyen írásos emlékekként őrzem, ezeket a kis kiskori versecskéimet. Aztán úgy mindig egy-egy ilyen kis rímfoszlány így jött belőlem, és mostanában egyre többet írok, de azért várott még magára ez a kötet, mert mindig dalszövegekké változnak valahogy ezek a versek, úgyhogy egyelőre dalok formájában lehetünk őket leginkább hallani, de majd lehet, hogy egyszer még egy verses kötet is megjelenik akár. Dalok formájában, hiszen ugye a Fehérvár hangjáról se feledkezzünk meg, amit a legutóbb megnyertél. És hát a versünnep is ott van, és ott voltál a nagyon-nagyon erős mezőnyben. Ez egy ilyen komplex előadó művészettel kapcsolatos pálya. Nagyon örülök, hogy ezt így mondtad, mert mindig, amikor megkérdezik, nagyon sokszor szokták tőlem kérdezni, és nem is szoktam érteni, hogy miért, hogy mit választok inkább, hát, hogy akkor a színészetet választom, vagy az éneklést, és sose értem, hogy miért kérdezik ezt, hogy mit választok, mert nem gondolom, hogy választanom kéne, hiszen az előadó művészet maga egy nagyon komplex dolog. Ugye én most jelenleg úgy állok, hogy a színművészetire szeretnék menni, ott szeretnék tovább tanulni, de hát ez egyrészt az éneklés elhagyását egyáltalán nem kívánja, sőt, nyilván még fejleszti is tovább. És azután, hogy elvégeztem, és hogy mondjuk, ha szerencsém van, és sikerül, és akkor lesz egy színészeti diplomám, hát attól még foglalkozhatok nyilván, amivel csak szeretnék. Úgyhogy egyiket sem szeretném feladni és elhagyni. Mindenképpen azt választani. Fejleszteni, amire van lehetőség. Miért jó verseket olvasni? Nyilván versekkel írni kifejezett saját magadat, meg az írás valahol egy kicsit így megold, legalábbis az én esetemben itt erről van szó, de miért jó verseket aztán előadni? Hát hasonló okokból szerintem. Olyan tekintetben mindenképpen, hogy az is ugyanúgy egy nagy érzelemlöket, egy hatalmas eszköz arra, hogy kifejezzük magunkat. És nagyon izgalmas dolog szerintem keresgélni a versek között. Tehát nyilván olyankor egy kicsit bennem van egy druk, meg úgy izgulok, hogy megtalálom a időben a megfelelő verset, de mégis nagyon izgalmasnak találom, meg nagyon élvezem, hogy úgy válogatok, és hogy megkeresem az éppen hozzám való verset, vagy leginkább azt, hogy úgy mindig megtalál engem. Úgyhogy ez is egy ugyanolyan önkifejezés szerintem, mint a versírás, csak kicsit másképpen, hiszen minden verset mindenki másképp fogalmaz meg.
ez nagyon jó volt, hogy mondtad, hogy megtalál, akkor ezek szerint a versek találnak meg téged, és utána ezekkel készülsz mondjuk például egy versünnepre. Hát igen, igen, leginkább ez így szokott alakulni. Nyilván úgy elkezdem keresgélni, de valahogy, hogyha úgy megvan az útja, akkor mindig elér hozzám egy vers. Az egyik kedvenc ilyen élményem az a tavalyi versünnepen az elődöntős versen volt. Vagy lehet, hogy még a tavaly előtt, illetve a legelső versünnepen volt a Halmai Tamás vers, amit mondtam. Azt hiszem, hogy talán az előzőn. Igen, szerintem is. És ezt úgy találtam meg, hogy nagyon tanácstalan voltam, és én úgy gondoltam, hogy csak kortárs verset szeretnék vinni. És csak ennyit írtam be a keresőbe, hogy kortárs versek. És akkor egy nem tudom hányadik találat volt ez, sokadik találat volt, és valahogy valamiért pont erre kattintottam rá először. És ott elolvastam, és akkor úgy biztos is voltam benne, hogy hát ez így abszolút megtalált. Csak valahogy olyan véletlenszerű volt az egész, hogy így azóta is úgy vagyok vele, hogy a sors az hozzám irányítja mindig azt, aminek meg kell találnia. Nyilván megvan benne a gondolat, ami megtalálnám. Hát igen, igen, persze, ez az elsődleges szempont. A versünnep ugye most már említetted, hogy harmadik alkalommal jöttél, és hogy egy nagyon jó közösségre találtál. De amikor először jelentkeztél, akkor mi volt, ami a versünnep felé irányított? Eleve a vers szeretet ismert, hiszen régóta foglalkoztam versmondással egészen kicsi korom óta, és úgy gondoltam, hogy a városban most ez a legszínvonalasabb, meg ami a leginkább érdekelt, az a verseny. Úgyhogy hát úgy gondoltam, hogy eljövök, megnézem, hogy milyen. Másrészt meg egyébként úgy hallottam már a társaságról, aki itt kialakult, sokokat ismertem is, és hát úgy nagyon szimpatikusak voltak nekem, meg úgy olyan érzésem volt, hogy egy igazán olyan befogadó közegnek tűntek, egy nagyon lelkes csapatnak, úgyhogy ebbe is szerettem volna kicsit beleilleszkedni. Ez volt a két fő indok, meg mindig szeretek új dolgokat kipróbálni, úgyhogy ez is úgy bevonzott. És akkor ez egy ilyen tovább élő közösség, hiszen most már, hogyha szétnézünk akár az októberi nagyvárosi ünnepségen, vagy a március 15-i ilyen interaktív utca színház során, vagy például ugye Gorsziumban, folyamatosan azért csak látunk versünnepes arcokat. Igen, sokszor ismétlődik ez vagy legalábbis néhány tagja a társaságnak, és ez szerintem nagyon jó, mert annál könnyebb lesz egy közösséggel dolgozni, meg annál könnyebb egy színvonalas, meg egy élvezhető dolgot létrehozni és előadni, minél összeszokottabb a társaság, és szerintem a mi kis társaságunk az egyre inkább egybefor, és hát szerintem egyre csak jobb és jobb lesz, úgyhogy nagyon szerettem ezt az utolsó évemet is így kihasználni érettségi előtt, mert ugye még most tudok a legtöbbet tevékenykedni, ezzel a kis társasággal minél több értéket létrehozzunk. Hát mondjuk akkor nagyon tevékeny időszak volt, hiszen ugye most vagyunk túl Florálián, Gorsziumban, és hát ott egyrészt sokan felléptetek, de hát te nagyobb feladatot is vállaltál. Így igaz, az idei Gorsziumi előadás, ugye Dionysos Visszavág címre hallgatott, és hát a dalait én írtam, ezt úgy kell érteni, a dalszövegeket és az alapdallamokat, és Hámori János segített ezt meghangszerelni, meg a darab többi zenéjét ő szerezte. És hát nagy megtiszteltetés volt ez a feladat, meg természetesen örömmel vállaltam, a tavalyi darabban is ugyanezt a szerepet láttam el, és nagyon élveztem, nagyon szerettem ezzel a szöveggel dolgozni, úgyhogy idén is örömmel fogadtam. Mikor van szabadidőd? Vagy mit csinálsz szabadidődbe, amikor nem alkotsz? Tárga szabadidő fogalma, én azt mondom. Olyan szabadidő, tehát nem tudom igaziból, hogy neked mit értelmezünk szabadidőnek. Én ezekkel kitöltöm azt az időt, igen, ami szabadidő lenne, de valójában nagyon szeretem, tehát nem érzem. Tehát nagyon sokszor fáradtnak érzem magam nyilván, de úgy nem érzem azt, hogy ezekhez nincs kedvem, meg úgy nem szívesen csinálom, keretlen vagyok. Hát nyilván az iskola az megterhelő, meg nehéz mindezek mellett, de hát ezt meg muszáj, tehát nyilván nem mondhatom azt, hogy nem. Ezeket meg úgy nagy lelkesedéssel csinálom, fizikailag fárasztanak, de mentálisan meg mindig feltöltenek. Olyan üres időm nagyon nincs, de ennek örülök is, mert unatkozom, én nem szeretek. Hát tartalommal töltöd meg. Igen. Visszautalnék egy kicsit még a verstáborra, mert ugye arra is azt mondtad, hogy ez egy ilyen nagyon meghatározó dolog volt. Mi volt az, ami mondjuk tényleg ilyen nagy hasznát vetted ott a verstáborba? Nyilván a társaság, a barátságok az egy szuper dolog, hogy kialakult, de biztos, hogy kaptatok szakmai segítséget is, főleg, hogyha a színművel készülsz. Igen, hát rengeteg úton, módon kaptunk szakmai segítséget, hiszen voltak beszédtechnikai óráink, illetve voltak külön foglalkozásaink Kubik Anna művésznővel, aztán majd Rubold Ödön művészúrral, ugye ez két csoportra vagyunk bontva, akik először vannak, akik másodszor, és ott mindenki a saját fejlődésének megfelelő tanítást kapja, vagy a felkészítést. A verstáboron mindenki elkészített egy verset, olyan értelemben, hogy ott a színészek segítettek azt kidolgozni, illetve hát a beszédtechnika órákon gyakorlatokat csináltunk, meg ugye ott is fejlesztettek rajtunk minél több mindent, táncoltunk is, tehát rengeteg területen fejlődtünk, mind a mozgás, mind a beszéd, mind a szavarás területén. Ezen kívül meg hát ezek az utazások is
ezek meg inkább azt mondom, hogy meg az egyéb foglalkozások, előadások, mindenfélek, ezek lelki fejlődést biztosítottak, úgyhogy azt hiszem, hogy ott minden percünk tartalmasan telt. Szélesedik a látókörötök. Így van, tehát még az is, ami nem szorosan a színészethez vagy a versmondáshoz kapcsolódik, én azt gondolom, hogy az is nagyon fejlesztő hatású. Meg talán ez a program is úgy épül fel, amiről a legelején beszélgettünk, hogy egy ilyen komplex előadó művészet mesdjéjén mozog, nem? Hát igen, végül is igen. Mert ott is azért nagyon sok mindenről volt szó, nem csak színészetről, nem csak verselésről, hanem minden egyébről is. Hát ami az életben is van. Ami az életben is van, meg ami az előadó művészetben is van. Mentorprogram. Ki volt az idei esztendőben a mentorod? Illetve hát ugye neked már több mentorod is volt. Vegyük először, hogy ki volt idén a mentorod, aztán a korábbi mentorokról is beszélgessünk egy kicsit. Idén Váradi Eszter Sára segített nekem. Tehát egy nagyon-nagyon tartalmas, nagyon jó munka volt. Sajnos hát nem tudtunk sokat találkozni, de biztos mindenki ezt mondja, mert hát egyrészt a színészek is nagyon elfoglaltak, meg mostanában mi is. De hát amennyit tudtunk, azt mondom, hogy maximálisan kihasználtuk. 3 alkalommal találkoztunk, viszont akkor úgy viszonylag hosszabb időre. És én örültem annak, hogy ebből a 3 alkalomból mindegyik az utolsó héten volt. De fura ezt mondani, mert egyébként ugye minél előbb annál jobb, de nekem valahogy mindig az segít a legjobban, amiket így a finishben kapok tanácsokat, mert ezek úgy mindig nagyon mélyen beépülnek, meg a színpadon valahogy mindig minden eszembe jut, és ugye minél közelebb volt, annál egyszerűbb megjegyezni. Úgyhogy hát egy nagyon sűrű, nagyon tartalmas munka volt, viszont tényleg nagyon hatékony, és rengeteg hasznos tanácsot kaptam tőle, mint ahogy egyébként az előző években is. Tavaly Varga Lili színésznő volt a mentorom, akivel hát azt mondom, hogy igazán szoros barátságot kötöttünk, mert amellett, hogy mennyi szakmai segítséget kaptam tőle, benne egy amolyan lelkitársra is találtam, úgy éreztem, hogy nagyon hasonló személyiségek vagyunk, és nagyon hamar egy hullámhosszra kerültünk. Úgyhogy vele is egy elképesztően tartalmas munka volt, és nagyon sok mindent kaptam tőle a jövőre nézve is, meg tudom, hogy számíthatok rá bármikor, ha segítségre lenne szükségem, és ugyanígy van ez Kozári Ferenc művészúrral is, aki pedig az első mentorom volt. Nála egyébként különösen örültem, mert hozzájártam régen színjátszókörbe, és hát akkor én őt ismertem egyedül a színészgárdából, és nagyon reménykedtem, hogy őt kapom, mert tényleg nagyon szerettem az ő pedagógiai munkáját, és hát úgy hozta a szerencse, hogy tényleg őt kaptam, és hát vele is egy nagyon-nagyon jó munka állt mögöttünk. Akkor viszont azóta pedig már mondhatjuk, hogy otthonosan mozogsz a Vörösmarty Színházban. Hát legalábbis mindenképpen otthonosabban. Jobban megismertem a művészeket is, akik ott dolgoznak, meg a színház egyéb dolgozóit is egyébként, és hát maga, azt kell mondjam, hogy az épület is egyre inkább az otthonommá válik, mert úgy mindig úgy megyek be oda, hogy egy olyan, mint ha hazamennék, tehát én igazán szeretem az ottani légkört, mindig mindenki köszön egymásnak, olyan, mint egy kis falu, tehát én nagyon-nagyon élvezem, hogy oda mi szabad bejárást kapunk, és mi ott dolgozhatunk. És hát igen, egyre inkább otthonosabbá válik, egyre több embert ismerek meg a színházból, és egyre több embertől kapok hasznos tanácsokat. Meg ugye egyre több programban vannak a különböző ilyen iskolai közös előadások, és hát nyilván Matúz János is számtalan próba, munka, folyamat folyik ott, gondolom én. Igen, hát azt hiszem, hogy Matúz János az, akinek a legtöbbet köszönhetek egyébként most így az évek folyamán, hiszen hát ő volt, aki igazából ebbe a színházi közegbe így beemelt. A találkozásunk egyébként annól még egy nagyon érdekes véletlennek a műve. Nem tudom, meséld el. Talán mintha már ebben a stúdióban meséltem volna, de nem biztos. Egyszer a Pelikán udvarban zenéltünk Váradi Émivel, aki a mostani állandó zenésztársam maradt egyébként. 21 gram zenekarunkban együtt zenélünk, és akkor még csak őt ismertem ebből a formációból, és együtt zenéltünk a Pelikán udvaron, ott próbáltunk, gyakoroltunk valamit, egy saját számunkat, és ekkor folyt éppen bent a Pelikán teremben a János Vitéz próbája. Ez még János Vitéz volt, vagy a... Talán János talán Vitéz a legelső, lehetett, igen. Legelső. És hát meghallotta János ezt a dalt bentről, és amikor szünetük volt, akkor kijött, és tovább hallgatta, és megszólított minket, hogy neki így tetszik ez a dal, meg szimpatikus ugye az egésznek a hangulata, és nem lenne kedvünk esetleg az 56-os műsorban ezt eljátszani valamilyen formában. És hát nekünk nyilván volt kedvünk, de nagyon örültünk ennek a felkérésnek. És ez a dal lett később az Örök ifjak, amiből készült a videóklip, meg ami az akkori 56-os műsornak az egyik ilyen meghatározó eleme volt. Kisebb átalakításokkal, de végül is így belekerült a műsorba. És akkor onnantól kezdve, hát ott kezdődött el a közös munkánk, onnantól eleinte így inkább a szövegírás tekintetében, aztán már mint színpadi figura is dolgoztunk együtt, vagy hát így úgyis tudott a darabjaiban hasznosítani.
És hát ennek nagyon örülök, mert azt hiszem, hogy ez fejlesztett rajtam a legtöbbet ezek alatt, az évek alatt, és ez adta a legtöbb gyakorlati tapasztalatot, illetve őtől személyesen is nagyon sok tanácsot kaptam, és még kapok is, és sok mindent köszönhetek neki. Ugye említettük azt a beszélgetésünk legején, hogy hát a színműve, művészetire készülsz, és hát nyilván azért egy elég húzós időszak előtt állsz, és gondolom, hogy nem a jövő évben kezded el majd a felkészülést, hanem már ez folyamatosan zajlik. Mennyire komplex ez a munka? Hát igen, ezt mondtam én is most évelején, hogy mivel nem jövő évben kezdtem el felkészülni, és most én elkezdem. Hát azóta sem tudtam nagyon elkezdeni, de mondjuk azt gondolom, hogy ez, amit most csinálok, így folyamatosan egy felkészülés, hiszen minden tapasztalat, minden tanács, minden egyes fellépés egy újabb kis morzsát rak ahhoz, hogy én ott sikeresen tudjak szerepelni, meg sikeresen tudjak végezni. Meg hát gyűjtögetem azért a verseket folyamatosan, most már úgy készülök mindig a versünnepekre is, hogy amit megtanulok, azt már úgy tarsolyba rakom, meg úgy igyekszem egy repertoárt kialakítani, de olyan specifikusan készülni még sajnos nem tudtam elkezdeni, hiszen hát nem tudom, annyira tartalmasan telik az évem, hogy nincs rá egyszerűen szabadidőm, vagy hát szabadidőm, beszéltünk erről a szabadidőről, szóval nincs rá egyszerűen olyan felhasználható időm, amiben tudok mondjuk drámákat olvasgatni, vagy verseket keresgélni, remélem, hogy erre a nyáron majd tudok időt keríteni. Egyébként tényleg egy komplex munka, azt gondolom, hiszen szerepet játszik bennem mind a mozgás, mind az éneklés ugye a verseken kívül, magában a felvételében is, aztán később az egyetemi tanulásban is. De hát ez így szép. Kaptam mondjuk egyébként tanácsokat, használható tanácsokat, mondjuk olyanoktól, akik korábban felvételiztek, bekerültek, azért a versünnepesek között is, mert ilyen tartjátok-e így a kapcsolatot? Tartjuk, mindenképp tartjuk a kapcsolatot. A volt versünnepet, ugye most aki a legközelebb került, az Oliver, Bölcsök Oliver, vele is beszélgettem már a színműről, hogy neki vannak a legfrissebb tapasztalatai, de például Varga Lili is sokat mesélt, hiszen ő is nemrég végzett még ahhoz képest. Neked hát mindenki, aki ennek van ehhez köze, úgy mindenkitől igyekszem, a színházberkeken belül is igyekszem érdeklődni, meg akitől csak lehet. Mostani színműs tanulókkal is, ha találkozom, most itt a Meten is találkoztam pár ott tanulóval, mindig igyekszem érdeklődni. De tulajdonképpen meg azt is mondhatjuk, hogy nagyon jó, hogy nincsen szabadidőd, mert akkor ez egy ilyen inspiráló közeg, meg egy ilyen tök jó fiatal tehetségekből álló kis közel alakult ki itt a városban, nem? Igen, igen. Tehát ez közösségformáló hatású is volt ez a sok munka. A verstáborra még egy gondolat, ugye elhangzott már a döntőn ott az eredményhirdetés tájéken, hogy a szerelem lesz az idei versünnep témája. Te már készülsz így fejben, hogy milyen verset vigyél, hogy hogyan készüljél? Hát igen, gondolkodom. Nekem volt egy versem még régen, amit azt a tavalyi, ez volt a tavalyi versünnepnek az elődöntőjén a versem. Egy Rakovszky Zsuzsa vers, az Elhagyott lány címmel. Ez is egy kortárs, hát az elődöntők nem kortársakat vittem. És hát ez úgy gondolom, hogy beleillik, de lehet, hogy tanulok valami újat, még nem tudom, attól függ, hogy találok-e valamit, vagy talál-e engem valami jó kis szerelmes vers, hogyha nem, akkor lehet, hogy ezzel dolgozom tovább. Nagyon jó, hogy említed a kortárs szerzőt, mert ugye ez mindig egy ilyen kritika a zsűri részéről, hogy nagyon kevesen választanak kortárs szerzőt. Te pedig azok között vagy, akik tényleg, nem tudom, most így megpróbálom visszidézni, szerintem nem volt olyan versünep, amikor ne készültél volna kortárs szerzővel. Hát most még ott az idei volt a legkevésbé, de ezek se voltak kifejezetten klasszikusok, úgyhogy igen, én szeretem a kortárs szerzőket, mert azt gondolom, hogy a jelenkorunknak az érzelmeit a leginkább ők tudják, vagy tudták kifejezni, hiszen még nagyon közel vannak. Úgyhogy azért választottam mindig kortárs szerzőt, mert szeretem a modern szóhasználatokat, meg a modern érzelmi világukat, közel áll a jelenlegi állapotomhoz nekem is, meg úgy a világ jelenlegi állapotához. Úgyhogy én mindenkinek ajánlom a kortárs szerzőket, aki szereti a verseket, mert szerintem Nagyon sok régi verse is, meg klasszikusabb verse is rá lehet húzni a jelenkor, de mégis leginkább a jelenkor verseire lehet, úgyhogy ezért szeretem őket nagyon. Hogyha valaki most a beszélgetést nézi, és mondjuk kedvet kéne csinálni neki ahhoz, hogy például jöjjön el és próbálja ki magát a versünnepen, akár az elődöntőn is, hiszen ez egy olyan program, ahol tényleg most már évről évre látszik, hogy nagyon-nagyon erős csapat van, de mindig érdemes eljönni, mert szerintem vannak hasznos tanácsok, akkor nekik mit mondanál, hogy miért jöjjenek el, miért próbálják ki? Hát szerintem eddig is sok mindent felhoztunk már azért a versünnep mellett. Ezen kívül nagyon más nem is tudok, tehát azt tudom mondani, hogy egy nagyon jó közösség, tartalmas és igazán életre szóló élmények, egy egész évre feltöltődést tud nyújtani a verstábor, de ha valaki csak az elődöntőre jön el, ott is már rengeteg hasznos tanáccsal lehet gazdagabb, ott is megismerkedhet új barátokkal, új tapasztalatokat szerez, visszajelzést nyújt, úgyhogy nagyon sok pozitívuma van, és én mindenképpen azt tanácsolom, hogyha valaki elmegy, és esetleg
mondjuk nem jut be a döntőbe, akkor is mondjuk kérdezze meg a zsűrit, hogy mit gondolnak, hiszen nem mindenre van ott lehetőség, meg idő, hogy mindent elmondjanak, de biztos vagyok benne, hogy van mindenkinek személyre szóló kritikájuk, én nagyon szeretek így külön érdeklődni. Most is tervezek, majd akár a verstáborban még, mert úgy gondolom, hogy az fejleszt a legjobban. Hát épít, nem? Épít, mindenképpen igen. Úgyhogy, és a negatív kritikák se igazán negatívak soha, úgyhogy én mindenkinek szeretettel ajánlom, aki szeretne fejlődni és új emberekkel, új dolgokkal ismerkedni. Volt egyébként kedvenced a zsűriben? Vagy hát nem szép dolog ilyet kérdezni? Mi kérdés, meg kedvencem, hát nem annyira, nem tudom, mindenkinek a véleményére ugyanúgy kíváncsi voltam. Úgyhogy nem mondanám, hogy kedvencem volt, vagy nem kedvencem. Örültem minden tanácsnak. Nem, többiek ki szoktak emelni, hogy tetszik nekik, hogy a Tornyai Gábor milyen viccesen közelíti meg még a kritikai dolgokat is, vagy... Én mondjuk inkább annak örültem, hogyha valami szakmaibat kaptam. Most mondjuk, nem tudom, annyira így a mostani értékelésben én nem tudom, annyira nem hallottam olyan szakmai dolgokat, de ezért szeretnék majd külön utána érdeklődni. De mindenkinek örülök, hogyha véleményt kapok. Egy olyan véleménye is nagyon érdekel, aki nem dolgozik ebben a szakmában. Tehát például mondjuk a Tornyai atyának is azért érdekel a véleménye, mert más dolog ezt kívülállóként hallgatni, és más dolog színészként hallgatni. Tehát nyilván az ebben dolgozó művészek véleménye is másképp érdekel. Fontos az, hogy milyen hatást tudsz kiváltani. Igen, igen, így gondolom én is. Úgyhogy ezért mindenkinek a véleménye szerintem egyaránt fontos, és ugyanakkor a súllyal bír. Tudom, hogy jövőre ilyen nagyon hajtós éved lesz, de kacérkodsz még a gondolattal, hogy megpróbálod jövőre a versünnepet ismét eljössz, vagy ez meglátszik az időbeosztásod? Nem is a hajtós év miatt, de én most lehet, hogy azt mondom, hogy nem. Nem tudom, persze biztosan ezt még hát ez a soha nem mondtad soha. Igen, tehát addig, ameddig oda nem érünk, ezt nem tudom biztosra megmondani, de ugye ez a három év, tehát én negyedszer már nem indulnék el. Azt gondolom, hogy minden lehetőségét kihasználtam. A verstáborban természetesen, hogyha van lehetőség, megyek, mint táborcsináló. De én úgy gondolom, hogy mint versenyző és mint táborozó mindent megkaptam ettől a versenytől, amit meg lehetett kapni. Én köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk. Én köszönöm, hogy itt lehettem. Köszönöm, és további sok sikert kívánok mindenhez. Köszönöm szépen. Nézőiknek pedig megköszönöm a figyelmüket. Természetesen fehérvári beszélgetésekkel jelentkezünk még a héten itt a tévében, sőt, fogjuk majd folytatni a versenynep döntőségnek a bemutatását is. Köszönöm, hogy itt voltak velünk.